Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mi fér mai műsorunkba. Saját városuk mását készítették el mézes kalácsból Gyönkön. Elkezdődött az adventi időszak. Zoom Park címmel nyílt kiállítás Pakson. Megemlékeztek Babits Mihályról. 100 éves lenne Husek Rezső. Nem mindennapi látványossággal készültek a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület tagjai. Tolna megye legkisebb városának még kisebb mását készítették el, ugyanis mézes kalácsból. Az Édes Gyönk nevű tárlatnak már 10 éves hagyománya van. Évtizedes hagyománya van már annak, hogy Gyönk kicsinyített mását készítik el mézes kalácsból karácsony előtt a helyi Német Nemzetiségi Egyesület tagjai. A járványhelyzet miatt tavaly elmaradt a különleges látványosság megformálása, idén viszont bárki megcsodálhatja Tolna megye legkisebb városának még kisebb mézes kalács változatát. Úgy gondoltuk, hogy Édes Gyönk nevet adunk neki, mégiscsak gyönkiek készítik általában, vagy a Gyönk környéki települések emberei, és ezért választottuk ezt a nevet. Idén 9. alkalommal készült el az Édes Gyönk nevű nem mindennapi tárlat, az alkotók pedig egyre rutinosabbak a kézzel készített mézes kalácsvároska megalkotásában, így a megcsodálható épületek száma is folyamatosan nő. Először értetlenül álltak az emberek is, hogy egyáltalán hogy álljanak neki, mert mézes kalácsot általában az emberek sütnek, na de megformázni épületet az nem olyan egyszerű, úgyhogy legelső alkalommal a művelődési házban volt, és így visszamenőleg megnéztük, hát talán egy 6 épület készült el. Mostanra viszont már a több mint 10 négyzetméteres terepasztalon nem csak számtalan jól felismerhető helyi épület látható, hanem gyönki életképek is. Ezek megjelenítéséhez babákat és fémből vagy fából készült aprócska eszközöket használnak az alkotók. Van itt például egészen pici kolbásztöltő és üstök is. Mindenkinek megvan, hogy mi a szakmája, vagy milyen kedve van, hogy mit szeretne csinálni, és szerencsére mindenki ajánlja, kérdezi, hogy mibe tud segíteni, és akkor így lassan fejlődik az egész, hogy minél több mindent tudunk bemutatni. A tárlatot több éven át a gyönki evangélikus templomban állították össze, és ott is csodálhatták meg az érdeklődők. Idén viszont első alkalommal a Német Nemzetiségi Egyesület felújított saját épületében lehet ugyanezt megtenni. A munka dandár részét a német közösség 35 tagja vállalta, de mellettük gyerekek, sőt még a gyönkön kívül élők is besegítettek. A vidéki településről Varsát fogadta el a meghívást, és nem csak egyesületi tagok készítettek, hanem a Gyönk lakosságából is többen jelezték, hogy hozták is a kész mézes kalácsokat. Minden évben iskolások, óvodások jöhetnek a mézes kalácsot díszíteni. Az idén is volt 2 nap, amikor kijöhettek az osztályok, az egyesület asszonyai megsütötték a mézes kalács formákat, elkészítettük a mázat, és így szépen a gyerekek megcsinálhatták a saját mézes kalácsaikat. Volt, aki itt is hagyta, tehát kiállítottuk, de nagyon örültek, mert meg is ehették. Papírváza van neki, és arra van ráépítve. Ez a templom apró darabokból sül meg, apró darabokra van kiszabva, és mind a Lego úgy van összerakva. Az évek alatt nem csak a terepasztal elkészítésének mikéntjét fejlesztették az egyesület tagjai, hanem a megfelelően tapadó és szilárd mézes kalács receptjét is sikerült megalkotniuk. Biztosítjuk az alapanyagot, tehát az egyesület megvásárolhatja, megcsináljuk a kéztésztát, és másfél kilós csomagok vannak, és aki igényli, annak odaadjuk. Hát persze nem mindenki abból dolgozik, van akinek saját receptje van, de általában így van. Az előkészítő munka már novemberben elkezdődik, akkor készítik el a mézes kalács tésztáját, maga az építkezés pedig nagyjából 2 hetet vesz igénybe. De nem csak az épületben, a Németház udvarán is szorgoskodtak a gyönkik ezek. A régi parasztház tornácán ugyanis saját maguk által készített Betlehem várja az ide látogatókat. Szerettünk volna vásárolni, de horror ára van, és úgy határoztunk, hogy ezt meg is tudjuk mi is csinálni. Úgyhogy egy kedves egyesületi tagunk csinálta meg az istálórészt,
és a bábukat azt három hölgy készítette el, ami saját munkája teljesen mindenkit. Nagyon meg voltunk magunk elégedve, hogy elég szépek lesznek. Nagyon sok fényképet néztünk, hogy egyáltalán hogy kéne kinézzen, ötleteltünk, és ilyen szerintünk szépre sikerült. Az Édes Gyöng nevű Tolna megye legkisebb városát bemutató mézes kalács alkotás és a helyi Német Egyesület betlehemese december 7-éig tekinthető meg. Az advent jelentése eljövetel, a karácsonyi ünnepre való készülődés időszaka. Hagyományosan első vasárnapjára esik az egyházi év kezdete, maga a karácsonyi ünnepkör pedig egészen vízkeresztig, azaz január 6-áig tart. Napjainkban az advent legismertebb szimbóluma 4 gyertya, 3 lila és egy rózsaszín, amelyekből minden vasárnap meggyújtunk egyet. A templomokban is meggyújtották az első gyertyát november 28-án vasárnap a várakozás szimbólumán az adventi koszorún. A katolikus hagyományban az utóbbin elhelyezett gyertyák a 4 vasárnapot jelentik. Hát az advent az az egyházban egy gazdag tartalmú időszak volt. A templomokban is sok programot szoktak szervezni, meg családoknál is, magánházaknál is. Most is amerre megyünk, látjuk már egyre több a fény, a kivilágított ház, a kivilágított lakás, és nem csak a templomokban állítunk koszorúkat, hanem nagyon sok család is elkészíti az adventi koszorú gyertyát, gyertyát gyújtanak. Lehet, hogy most a pandémia miatt különösképpen is, hát kevesebben jönnek a rarátékra, de azért az otthonokban úgy akarva, akaratlanul is át kell érezni azt, hogy itt most ünnep közeledik, és hát van akinek fárasztó is, de mégis azért nagy izgalommal és várakozással készülődünk. A gyertyák mellé fogalmakat is rendeltek, így a három lila is más-más üzenetet hordoz. Az elsőhöz a hit kapcsolható, a másodikhoz a remény, a negyedikhez pedig a szeretet. A harmadik gyertya az öröm szimbóluma. Ezek a liturgikus színek a katolikus egyház szertartásain is megjelennek a miseruhákon és a díszítésben. Az egész környezetet áthatja valamilyen várakozás, valamilyen készülődés, izgalom. És a templomainkban is jellemző ez, hogy ilyenkor azért az emberek eljönnek, ha nem is tudnak mindig eljönni, egy-egy alkalomra el tudnak jönni. És szépek itt a korai misék is, a roráték, amikor megtartjuk, és azért abban a korai időben fölkelni, hidegben eljönni, meg amikor hazafelé megyünk, akkor kezd világosodni. Azért ennek megvan a maga szépsége és hangulata. Azt hiszem, hogy sokan részesülnek benne a városban is. Zoom Park címmel nyílt kiállítás Pakson a Képtárban Bagykó Róbert festőművész elmúlt 15 évének alkotásaiból. Az alkotó a tárgyportré műfaját fogalmazza újra és újra képeivel, amik a fotorealista és az absztrakt szemlélet rendkívül egyedi elegyét képezik. Jelen kiállítás a különböző korszakok és sorozatok áttekintését nyújtja. Pandémiával sújtott év ellenére ez immár a 4. kiállítás, amely megvalósul a Múzeális Intézmény falai között. A tárlat Bagykó Róbert 15 éves festői pályafutásának nagyívű áttekintése, ami az ACB galériával együttműködésben jött létre. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgató helyettese Bagykó Róbert Zoom Park című kiállítását a Paksi Városi Képtárban. A festőművész 2005-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán, életműve sorozatról sorozatra épül. Számomra is különösen fontos Bagykó Róbert művészet, ő volt a
tulajdonképpen az első olyan fiatalabb generációhoz tartozó művész, akivel elkezdtem foglalkozni, és valami módon ő egy belépést jelentett számomra ebbe a legfiatalabb művészek festészeti világába. Fehér Dávid művészettörténész a kiállítás megnyitón részletesen mutatta be a kiállító művészetét. Jelen kiállítása a különböző korszakokat és sorozatokat öleli fel, és rakja egy csokorba. Már egészen fiatal korom óta érdekelt a képzőművészet. Valamikor tizenévesen döntöttem el, hogy festőművész szeretnék lenni. És hát tulajdonképpen mindig is ez foglalkoztatott, úgyhogy soha nem volt igazán kérdés. Ezen a kiállításon pedig hát az elmúlt 15 év munkásságából láthatunk egy válogatást több sorozaton, átívelően megfigyelhetjük, hogy milyen témák foglalkoztattak, milyen festészettechnikai eljárások, és hogy ez hova jutott el tehát napjainkra hová jutottam el a festészetben. Ugye számomra is egy nagyon izgalmas élmény ezeket egy térben látni. A kiállítás az 2006-os képpel indul, a Conversation az a címe. Akkor még nagyon sematikus ábrák, logók vagy emblémák foglalkoztattak, azokból készítettem különféle kompozíciót. Tulajdonképpen én olaj-akrilvászon eljárással dolgozom, tehát mondhatom, hogy egy hagyományos festészeti, ha nem is nyelvet, de médiumot használok, és persze én ezen belül arra törekszem, hogy hogyan lehetne ezt újrafogalmazni, vagy egy 21. századi módon használni. Nagyon sok olyan látvány vagy jelenség foglalkoztat, ami a mai korhoz kötődik, és hát tárgyfestészettel indult a pályám, úgy ismert meg engem a kortárs kézművészetre fogékony közönség, és tulajdonképpen meg is maradt ez az érdeklődésem, ha nem is feltétlenül konkrét tárgyak irányába, hanem olyan periférián lévő, vagy néha banális, néha hétköznapi látványok kezdtek el foglalkoztatni, és azokat nagyítottam ki, vagy azokra hívtam fel a figyelmet. És mindig is érdekelt az ábrázolható, vagy az ábrázolhatatlan, az absztrakt, vagy a figuratív közti határvonalokon való egyensúlyozás. Zoom Park az a címe, és szerettem egy olyan címet választani, magyarul is, és angolul is jól érthető. És hát az előbb elmondok. Azt hiszem, hogy ezt talán jól össze is foglalták. A park utalhat egy ilyen gyűjteményre, vagy adott esetben figurativitás irányába is elhajló kompozíciókra. A zoomolás pedig ezt a koncentrált figyelmet, vagy kiemelést, vagy felnagyítást is szimbolizálhatja. A kiállítás február 27-ig látogatható a Paksi Képtárban. Száz-harmincnyolc éve született Szekszárdon Babits Mihály költő, műfordító, akadémikus, a Nyugat nemzedékének egyik legnagyobb költője. A születésnap emlékére a költő nevét viselő intézmények vezetői helyezték el a megemlékezés koszorúit Babits szülőházának kertjében lévő szobránál. Babits költő, író, irodalomtörténész, műfordító, a 20. század elejé magyar irodalom jelentős alakja volt, a Nyugat első nemzedékének tagja. Irodalmi vezér volt egy felforgatókorban, aki döntött díjak, írók és szövegek felől egy jelentős labban. És minden kötődésével megmaradt Szekszárdinak, hiszen számos művének inspirációját adta a város, ahol született. És úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt jelző karokat gátakat.
A Farkas Pál szobrászművész által alkotott szobornál Babits Jónás imája című versének részletével emlékeztek a költő nevét viselő intézmények képviselői. Odor János Gáborral, a Vasinszky-Bond megyei múzeum igazgatójával az évforduló kapcsán arról beszélgettünk, fenntartható-e a Babits kultusz, és ezért megteszik-e az érintettek a tőlük telhetőt. A legfontosabb az, hogy minden évben azért legyenek olyan alkalmak, amikor az emberek nem csak szobor, utcanév vagy intézménynév formájában találkoznak Babits Mihállyal, hanem az ő szellemiségével, hiszen mérhetetlenül gazdag Szekszárd, illetve akár Tolna megyét is mondhatom, irodalmi nagyságokban és közülük is a Babits egy kiemelkedő alak, a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alakjáról beszélünk, és amennyit mi adunk az ő emlékét ápolva, ugyanannyit nyerhet is a város ennek révén. Kultusz mindig kell építeni mindenkinek a saját lehetősége szerint, mert hogy mindig vannak újabb és újabb szereplők, érdeklődők, akiknek nem feltétlen, bár ugye iskolai tananyag Babits Mihály, de hát itt leginkább a lokális kötődését kell helyben, helyi szinten megmutatni, mert hogy Babits ezer szállal kötődött, mint szülővárosa, és mint őseinek a földje ehhez a tájhoz, ehhez a városhoz. Úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy mindig és folyamatosan tartozunk neki. A költő szülőházának látogatottságára nem lehet panasz, számos iskolai és civil csoport teszi itt tiszteletét. Mégis lehetne nagyobb kulturális és turisztikai attrakcióként kezelni. Ez belülről kell, hogy megérjen. Nem azért kell, hogy fontos legyen, mert hogy azt mondják mások, hogy fontos, hanem hogyha átérezzük, hogy igenis van egy olyan minőséget, kulturális minőséget teremtő alakja Szekszárdnak, mint amilyen Babits Mihály volt, akkor ebből azért tudunk mi is erőt meríteni. Száz esztendeje született a Szekszárdi Zeneiskola alapító igazgatója Husek Rezső. Munkásságát Szekszárdváros díszpolgári címmel jutalmazta. Az évfordulón koncerttel adóztak emléke előtt a Szekszárdi Művészetek Házában. Husek Rezső, vagy ahogy tisztelői hívták, Rudi bácsi százesztendős lenne. Aki ismerte, azt mondja róla, kiváló zenetanár, és ennél talán még kiválóbb zongorista is volt. Amíg csak tudott, koncertezett, példát adva a muzsikával szakmaszerűen foglalkozók számára. Ha ő nincs, ma a Liszt Ferenc Zeneiskola sem olyan, mint amilyenné vált. Rudi bácsinak, Husek Rezsőnek, ugye Rudi bácsinak hívtuk, élete volt a zene. És ez megnyilvánult az ő egész munkásságában, a Szekszárdi Zeneiskolának az alapításában, a kollégákkal való kapcsolatában, amikor a tanítványainak adta át azt a sok-sok tudást abban is, és végül, de nem utolsó sorban, ugye a zenei játékában, a művészi tevékenységében. Ő mindig nagy alázattal, összpontosítással, odafigyeléssel ült le a hangszeréhez, még akkor is, amikor élete utolsó éveiben már a betegsége elhatalmasodott rajta, és akadályozta őt a művészi megnyilvánulásában. És én úgy gondolom, hogy mindmáig egy példakép nekünk zenetanároknak, a zeneoktatásnak és Szekszárdváros zenei életének. Az emberekkel való bánás vezetőként, én ezt tudom mondani, és az az érzékenység, amivel a közönsége fele fordult minden egyes alkalommal, amikor ő a pódiumra ült.
Igazgató is volt, előadó művész is, és azt mondom, talán fordítva is igaz, sőt, hozzáteszem még azt, hogy pedagógus. Tehát ő benne minden megvolt ahhoz, hogy egy olyan teljes életet, zenei életet éljen, amibe belefért az, hogy ő tanít, az, hogy ő vezető, és az, hogy ő egy zongoraművész. Nem sokat, de pár évet nekem is volt szerencsém együtt dolgozni vele, és még tanultunk is tőle. Fiatalként, fiatal zenészként, művészként, pedagógusként sokat tanultam én is tőle. Az ünnepség alkalmával, melyet a Babits Mihály Kulturális Központ rendezett, civil kezdeményezésre Baki Péter festőművész elkészítette Husek Rezső portréját. A kép egyszer már elkészült, és a Díszpolgárok képcsarnokának része. Baki Péter azt mondta, számára emberi kapcsolatuk emlékeként megtiszteltetés volt újra vászonra vinni a muzsikus képmását. Én is azok közé tartoztam, aki szólította a Rodi bácsának. Lányiképpen barátom mutatott be még a 80-as évek elején. És Szexhátra kerülvén Rudi bácsi kikerülhetetlen volt. Kikerülhetetlen volt, úgy hozzátartozott Szexhátra, mint a Babitsi templom. Egész egyszerűen egy fantasztikus jelenség volt, és amikor a művészetek házába kerültem, a művészetek házat vezettem, akkor hát nem volt egyszerű megbírkozni az a tegedek ötlettel, amivel Rudi bácsi előállt, és hát nagy tisztelettel vettük mindig az éves koncertjeit, az utolsó pillanati koncertet. A város zenei élete elképzelhetetlen a zeneiskola nélkül. Mikor engem megbíztak a szexhárdi zeneiskola szervezésével, gondolom ezt azért tették, mert Szabolcsi Bence, Molnár Antal, Weiner Leo növendéke voltam, és valamilyen korszerű zenei tájékozottság birtokában voltam. 55 decemberében alakult meg hivatalosan a zeneiskola, és mindig az volt az elképzelésem, hogy egy intézet vezetése nem az íróasztal mellett történik, nem csak kimutatásokat, jelentéseket, munkaterveket és beszámolókat kell készíteni, hanem az az egyik feladatunk, egy közművelődési célkitűzés, hogy szervezzük a város zenei életét. Számomra azért emlékezetes ez a 30 év előtti kezdet, mert hosszú szünet után én voltam az első, aki önálló zongoraestet adott. Így emlékezett annak idején Husek Rezső a zeneiskola indítására. Több tanítványa számára meghatározó az emlék vele kapcsolatban. Ilyen Farkas Katalin hegedűművész is, aki jelenleg a Debreceni Egyetemen tanít, de Szexárdon tanulta a muzsika alapjait. Amikor én zeneiskolás voltam, akkor Rudi bácsinak néhány koncertjét hallottam, ő engem nem tanított, ő akkor igazgató volt, úgyhogy a koncertjei maradtak meg bennem mélyen, mert szóval az a zeneiség, ahogyan ő zongorázott, az nagyon-nagyon maradandó volt. Én akkor még kislány voltam, nagyon fiatal voltam, úgyhogy csak ezek az emlékképek élnek bennem, hogy egy-egy koncerten Rudi bácsi teljesen önfeledten játszott, fantasztikus muzikalitás volt benne, úgyhogy érdekes, hogy ilyen nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem az ő zeneisége.
Tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!